Pozitív lett Donald Trump amerikai elnök és felesége Melania koronavírus tesztje. Ezt a politikus jelentette be pénteken Washingtonban azután, hogy az egyik közeli tanácsadójának is pozitív lett a vizsgálati eredménye. A tanácsadó Hope Hicks kedden együtt utazott Trumpal az elnöki különgépen, az elnökjelölti vitára Clevelandbe, szerdán pedig egy kampánygyűlésre mentek együtt Minnesotába. Hope Hicks teszt eredményének hírére az elnök a Twitteren bejelentette, hogy ő és felesége karanténba vonulnak. Nem sokkal később pedig már arról adott hírt, hogy ők is megfertőződtek. A 74 éves Donald Trump és 50 éves felesége sok időt tölt a korábban a Fehérház kommunikációs igazgatójaként dolgozó 31 esztendős Hicks-el. Az még nem világos, hogy az események hogyan befolyásolják az október 15-ére kitűzött második elnökjelölti vitát, amelyet miami rendeznek.